2017-ben emlékeztünk Arany János születésének 200. évfordulójára. Az ünnepség sorozat Magyarországon és a határon kívül egy éves volt. Nagyon szép események is lezajlódtak Nagyszalontától Budapesten át nyugati városokig. Én magam is megjelentettem két kötetet is Arany János válogatott írásaiból Józan okos mérték címmel, és a Ki nekünk Arany János című kötetet, amelyben Arany János 66-67 évéhez méltóan, 66-67 fejezetet nyitva idéztem fel jellegzetes részleteket az életéből és a műveiből. Azelőtt is, azóta is persze nagyon sok aranyvers van a fejemben. Nagyon sok aranyverssor. De hiszen, ami elmúlt, meghalt, elveszett, virasztója is úgy jár az emlékezet. Erre a két sorra, ki tudja, hányadik olvasása nyomán döbbentem rá, tudnék, a Toldi estéjét valóban az életben már legalább 4-5-ször elolvastam. De most az utóbbi időben döbbentem rá, hogy Arany az időről, az idő múlásáról, és egyáltalán az időhöz való viszonyunkról mi mindent elmond két sorban, de hiszen mindaz, ami elmúlt, meghalt, elveszett, virasztója is úgy jár az emlékezet. Az idő a legnagyobb kincsünk. Olyan hatalmas kincs tulajdonképpen az életünk. Hát az életünk időben zajlik. Persze térben is zajlik, már Arisztotelész ismerte a 10 kategóriát, és ezt Kant 2-re szűkítette le, az időre és a térre. Mindannyian időben és térben mozgó emberek vagyunk. A teret jól el tudjuk képzelni, most, hogy ilyen nagyon gyors szállító eszközökkel szabdaljuk át a teret, ugye a 130 km/h száguldó gépkocsiktól az 1000 km/h száguldó repülőgépekig, a teret nagyon plasztikusan el tudjuk képzelni. No, de az idő. Az időről már a görögök is úgy gondolkoztak, hogy van egy kronometrikus része, tehát az időnek van egy kérlelhetetlen múlása, amit az óra ütés vagy a homokóra lepergése jelez. Ezt nevezték kronosznak. De van az időnek egy másik fele is, tudnék, hogy mi minden zajlódik le a mi életidőnkben, és ami jó, azt általában rövidnek tartjuk és gyorsan elmúlónak, ami rossz, az hosszadalmasnak és kínosnak. Tehát a kronometrikus idő mellett van egy másik idő, amit Bergson a 20. században a le temps-hoz képest la durée-nek, vagyis nem időnek, hanem tartamnak nevezett francia nyelven. Ezt régen a görögök is ismerték, sőt a Biblia is ismeri, amikor arról szól, hogy a kérlelhetetlenül előre menő időben mindig vannak végbe viendő cselekmények, történések, és ezt kairosznak nevezi. Bibliát ismerő emberek talán találkoztak a teológiai irodalomban ezzel, hogy üdvtörténeti idő. Mert az idő, ahogy múlik, közben sok minden ki is derül rólunk és az egész emberi életről. Pál apostol ezt mondta az Areios Pagoson, hogy Isten megteremtette ezt a világot, meghatározva a rendelt határokat, ahol az életünk zajlik, és az időnknek a folyását. Mózes úgy beszélt az időről, mint ami halad előre, és azt kérte Istentől, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy ből szívhez jussunk. A Bibliának egy gyakori szólásformája, hogy Isten előtt egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő, mint egy nap, de ezt félre szokták sokszor érteni, ez annyit jelent, hogy sokszor, amit mi egy huszárvágással meg akarunk oldani, arra Isten azt mondja, erre nagyon sok idő szükséges, mert én senkit nem kényszerítek, mindenki szabadságát tisztelem. Viszont amiről azt mondjuk, hogy ó, hát ez soha nem fog bekövetkezni, ez a mi életünkben nem történik meg, vagy a világ korai életében nem történik meg,
az viszont nagyon gyorsan be fog következni, hogy mondják a proféták, hogy Isten így szól, lenyugtatom a napot délben, besötétítem a földet fényes nappal. Az idő hatalmas kincs. Ami elmúlt, az valóban meghalt, már elveszett. De mindig van egy maradvány. A múltból mindig van egy maradvány, egy tiszta maradvány, ahogy mondja egy magyar költő, Toldalagi Pál, amivel tovább megyünk, mondja egy másik magyar költő, Takács Gyula. Mindig van egy tiszta maradvány, amit hordozunk magunkkal a végtelenségig és az örökké valóságig. A valós dolgok, a hiteles dolgok, az élni érdemes dolgok emléke. Ezek soha nem fognak elmúlni. Ezek adják össze az ember jellemét, ezek maradnak meg abban az életben is, amelyet Jézus megígért jelen időben, amikor azt mondta, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.